Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés pedig az, hogy hogyan érzi magát, milyenek az érzelmei. A harmadik kérdés, hogyan közeledik hozzád. Itt van egy negyedik kártya is, az mutatja a jelenlegi energiamezőt, vagy azt, hogy mi köt össze benneteket. Tehát az első kérdés úgy szólt, hogy mi az ő terve. Ez itt látható. A nulla számnak is van egy jelentősége, mégpedig utal a tervekre, a fantáziára, a gondolatokra, de még nem jelent tetteket. Itt látható, hogy egy lépéssel előre halad, a másik lába olyan sebzett, utal a múltra, ezekre a fájdalmas emlékekre, ő nagyon bizonytalan. Nem tudja, mi vár rám, nem tudja azt, hogy viszonyulsz hozzá, nem tudja eldönteni, hogy melyik úton kellene járnia, mi lenne helyes. Lehet, hogy most úgy viselkedik, hogy egy lépést előre megy, kettőt meg hátra. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei, az itt látható ennél a kártyánál, ami szép, hiszen a kelyhek utalnak az érzelmekre, tehát megvannak a mély érzelmek részéről, sőt, itt a háttérben ez a hajó szimbolizálja a reményeket is. De a képen úgy látható minden úgy körülötte, mintha viharos lenne, hol így, hol úgy, kicsit olyan bizonytalan, ez a férfi még vacillál. És a harmadik kérdés az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt látható ez a fő papnő, tehát ő bízik abban, hogy majd a sors úgy magától rendez mindent. Ez a fő papnő jelenthet egy spirituális területet is, mert téged ez érdekel. Lehet, hogy ő is nyitott erre, és majd így közeledik hozzád, hogy tanácsot kér, de ő tudja, hogy érzelmekről van szó, csak nem meri kimutatni. És most megnézzük azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt ezen a képen látható külföld, tehát utazások, lehet, hogy ő külföldön él, vagy azt is jelentheti, hogy tervez veled egy utazást, amire ez a hajó is utalhat. Tehát itt vannak külföldi kapcsolatok, tervek, egy utazás tervezése. Persze, ez az út lehet egy belső út is, ahogy a főpapnő mutatja, egy spirituális terület, vagy egy lelki kapcsolat kettőtök között. De mielőtt közeledik, itt le kell zárni bizonyos dolgokat a múltból, ahol nála még vannak ilyen fájdalmas emlékek. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!